Sziasztok, sárga kékek, ez itt a hazai pályán. Élőben a MOL Arénából a mai adás vendége Balla Béla, Dac egykori középpályása, jelenleg pedig A csapatunk másodedzője. Béla, üdvözöllek a stúdióban. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Ugye van három mérkőzés mögöttünk, az utolsó adástól, a Slovan, a Rózsahegy és a tegnapi Komáromi kupa mérkőzés, és hát előttünk van a hétvégi Dac nagyszombat kerületi rangadó. Ezekről fogunk beszélgetni Bélával, de mielőtt nekivágunk, egy személyes kérdés, hogy amikor utoljára itt voltál a stúdióban, a hazai pályán stúdiójában, akkor még az ifjúságnál dolgoztál, most már az A csapatnál vagy. Mi változott az életedben, és hogy éled ezt meg, milyen érzés ez? Hát azt gondolom, hogy nagyon nagy változáson mentem át, tehát akkori időkben nem gondoltam volna, hogy ilyen rövid időn belül oda kerülök az A csapathoz, és örömmel fogadtam a hírt, mikor Jánfán Dél a sportigazgató megkért, vagy beszélgettünk róla, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha ilyen lehetőség lenne, és hát természetesen örömmel mondtam neki, hogy elfogadom, hiszen úgy, hogy itt kezdtem a pályafutásomat, mint labdarúgó, mint focista, mindig is azt szerettem volna, hogy egyszerre a kispadra is le tudjak ülni, mint edző, akár vagy asszisztens. Hát úgy, ahogy a gyerekek arról álmodnak, hogy A csapatban játszanak, ez is teljesült neked, és mind a ifjúsági edzők arról álmodnak, hogy a felnőtt csapatnál edzősködjenek, ez is sikerült. Tehát... Hát igen, és nagyon boldog vagyok, és hát remélem, hogy hát sikeresek tudunk lenni a további mérkőzéseken majd. Jó, hát akkor beszéljünk a meccsekről. Ugye eddig a olyan rangadókat, mint a Slovan ellen is volt, hogy kezdjük először ezzel a Dac-Slovan mérkőzéssel. Ezeket korábban, tehát a lelátóról nézted, most pedig a kispadról. Hogy élted meg, milyen volt számodra ez az egy-egyes meccs? Hát mindenképpen én nagyon rákészültem, hiszen valójában az első mérkőzés volt számomra, mint edző, mint kispadon ülni az A csapatnál. És hát amint láthattuk, én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzés játszottunk a Slovannal. Mind a két csapat támadó focit játszott, nagyon sok helyzettel, és én úgy gondolom, hogy akár az első fél időben, akár a másik fél időben a mutatott játék alapján megérdemeltük volna 3 pontot is. Ugye a szakértők szerint is a szezon egyik legjobb mérkőzése volt, ezért is volt jó, hogy nem lett 0-0, esetek azért gólak. Gólok, hát sajnos nem csak mi rúgtunk, hanem kaptunk is egyet, bár ahogy mondod, megérdemeltük volna a győzelmet. Nézzük meg a két gólt, hogy az elsőt a 72. percben Schäfer András rúgta, már is a képernyőn lesz, és akkor megkérlek, hogy mondd el, hogy te szemszögödből, hogy mit látsz, vagy mit látunk, hogy mi kellett ez a gólhoz. Hát valójában ezek azok a szituációk, amit itt-ott hiányolunk, hogy valaki próbáljon magára vállalni felelősséget, és akár a 16-oson kívülről, akár 16-oson belülről valamit tudjon húzni, és én úgy gondolom, hogy Andis az a játékos, aki bátran vállalkozik, és nem először láthattuk már azt, hogy gyönyörű gólt rúg a 16-oson kívül is, és még egyszer mondom, tehát ezek azok a dolgok, amivel meg tudjuk lepni az ellenfelet, és akár sorsodni lehet a mérkőzések szempontjából, az eredmény szempontjából is. És mondjátok a játékosoknak gyakran, hogy próbálkozzanak távolról? Hát én úgy gondolom, hogy ez egy út ahhoz, hogy sikeresek legyünk, vagy gólt tudjunk rúgni, hiszen ha nem rúgunk kapura, és nem találjuk el a kaput, akkor nincs gól. Itt is bebizonyosodott, hogy meg kell próbálni, hiszen... Azért, ha többször visszanézésnél, ugye nagyon szép gól volt, de azért látszik, hogy azért talán védhető lett volna. Szóval nagyon jól eltalálta Andris, de azért lehet, hogy a kapus is kicsit benne volt. Könnyen lehet, tehát ez már a ő dolguk. Így van, így van. Csak a lényeg az tényleg, hogy ahogy mondják, hogy a gól abból esik, hogyha a kapura küldjük a labdát. Hát sokáig nem vezettünk, hogy 2 perc múlva a Slovan kiegyenlített. Nézzük meg ezt a találatot, hogy ez Mreha a révén. Itt az egész akció, és akkor megkérlek itt is, hogy mondd el, hogy milyen hiba történt, hogy mi volt a probléma. Hát elsősorban azt emelném ki, hogy nagyon korán jött a rúgott gól után a gól. Én úgy gondolom, hogyha egy kicsit tudtuk volna tovább tartani az eredményt, kapott gól nélkül, akkor elképzelhető tiszta más eredmény születik a mérkőzésen. Itt azért láthattuk azt, hogy egy kicsit... Blacky lemaradt arra a passzról, valójában rossz pozíciót vett föl, és a támadó játékos elé tudott kerülni, és hát szerencsésen, vagy jól eltalált lövéssel ki tudott egyenlít tenni. Az biztos, hogy nagyon jól eltalálta, hiszen ilyen szituációban, ilyen kapáslövésnél azért
mindig benne van a pakliba, hogy a valahol a lelátón köt ki a labda. Tényleg nagyon jól eltalálta. És hát ugye ezzel lett egy-egy, voltak még helyzeteink, volt ott egy 11-es szituáció is, stb. De hát ebben már nem menjünk annyira bele. Inkább arról beszéljünk, hogy ugye 7144 néző volt, ami nem csak a szezon, hanem az elmúlt másfél év néző csúcsa, és nem csak itt a MOL Arénában, hanem az egész Fortuna Ligában is, és hát ha jól tudom, ugye akkor az összes szlovákiai sporteseményen az elmúlt másfél évben ugye ennél több, vagy ennyi néző még messze nem volt. Milyen volt így megélni ezt a hangulatot? Hát én úgy gondolom, hogy minden köszönet a szurkolóknak, és mindenkinek, aki kilátogatott a mérkőzésre, és én úgy gondolom, hogy azt a jó játékot, azt a jó mentalitást, amit azon a mérkőzésen láthattunk a fióktól, köszönet a szurkolóknak is, és hát ennyi ember előtt játszani szerintem egy élmény, számomra is egy élmény volt, és csak köszönet jár a szurkolóknak, és reméljük, hogy továbbra is bízni fognak belünk, és ki fognak látogatni a mérkőzéseinkre. Igen, és hát bízunk benne, hogy ez a nézőcsúcs ez nem lesz sokáig így, hanem sikerül majd hamarosan ezt megdönteni, akár már most vasárnap, de akkor még mielőtt a nagyszombati meccsről beszélünk, volt még ugye két további találkozónk. Jó hangulatban, hogy ezután Szlovan ellen jó teljesítmény után, eredmény nem volt annyira jó, de teljesítmény jó volt. Utaztunk Rózsahegyre, ahol mindig nehéz nyerni, de sikerült. Ezt a meccset hogy élted meg? Hát mindenképpen rákészültünk a Ruzsomberokra, hiszen ahogy te is mondod, mindig nehéz mérkőzéseket játszottunk ott. És tehát a mérkőzést értékelném, úgyhogy valójában az első fél időben mind domináltunk, mind voltunk az aktívabbak, nálunk volt többet a labda. Amit kicsit hiányoltam az, hogy több helyzetet kellett volna kialakítanunk, és akár azt első fél időben is már el tudtuk volna dönteni a mérkőzést. A másik fél időben kicsit számomra érthetetlen volt az a passzivitás, vagy esetleg egy egyéni hibák, amiből az ellenfélnek voltak helyzetei, és úgy mondanám, hogy kicsi szerencsék is volt, hogy ezt a mérkőzést meg tudtuk nyerni, és azt hiszem, hogy köszönet Jedlicskának a parádés védésekért, amik a ellenfélnek a helyzeteik voltak, és hát hála Isten, hogy tudtunk nyerni. Meg hát ugye a Jedlicska mellett fontos volt, hogy tudtunk két gólt is rúgni. Így van. Most akkor nézzük meg ezeket a szituációkat. A 13. percben járunk, amikor a sokadik szögletünkből ugye Lamke azért lefejeli a labdát, és ugyanúgy, mint előbb mondtuk, hogy ez Mrhalnál, hogy jól eltalálta, itt Anzuanának sikerült tényleg parádésan eltalálni. Ez mennyire volt tudatos ez a szituáció? Hát valójában a szöketeknél is vannak több variációk, és kértük a játékosoktól, vagy akár Janitól, vagy akár az Eriktől, hogyha rúgják a szöketeket, akkor próbálják ne csak a kapunak az elejét, vagy a kapunak a közepét eltalálni, hanem a hátsó kapufára, területekbe berúgni a labdákat, és hál' Istennek Gyigyér jól lefejelte a labdát, Anzuana jó helyen volt, és tényleg első érintővel nagyon szép volt rúgott, és ezáltal tudtunk vezetni a mérkőzésen. Ugye Anzuanának volt egy hasonló szituáció a Slovan ellen, akkor valahol a tizedik sorba kötött ki a labda, igen. Itt most sikerült jól eltalálnia, és aztán jött a második gól, ami szintén nagyon fontos momentuma volt a meccsnek, hiszen a hazai nyomás a második fél de elején egy kicsit ugye, ezzel úgy megtört, mintha. Akkor megkérlek, hogy ezt is mondd el, hogy mit látsz, hogy te hogy milyen te szemszögödből hogy látod ezt a gólt. Valójában ebben a szituációban jól védekeztünk, együtt volt a csapat, és hibára tudtuk kényszeríteni az ellenfelet, és ahogyan látottuk, nagyon nem volt neki több lehetősége előre játszani, és ezáltal kicsit nyomás alatt volt, és visszafele játszott, amire le tudtunk csapni, és megint csak azt kell kiemelnem, hogy ezek azok a szituációk, mikor egy játékos magára vállalja ebbe a szituációba a dolgokat, és látottuk, hogy gyönyörű megoldás után, gyönyörű individuális megoldás után gyönyörű gólt rúgott a Lamkézé, tehát minden dicséret neki. Uh-huh. És itt ugye megismétlődött az a szituáció, amely Slovan ellen is volt, hogy röviddel a rúgott gól után jött a bekapott gól, hogy 3 perccel a 2-0 után a hazaiak szépítettek. Ilyen Kostadinov beadása egy szabadrúgás után, ami tegyük hozzá egy fölösleges faul volt. Itt még Mozs is fejese után kapufa, és aztán itt Maszlóhoz kerül, és hazai csapatkapitány visszaépített. Itt milyen hibákat láttál? Hát a rögzített helyzetek mindig
nem, soha nem egyszerűek, és valójában itt láthattuk azt, hogy engedtük a játékost kapura felelni, tehát ott kell venni az első hibát, és a második mindenképpen a lepattan labda után. Azt hiszem, hogy nagyon sok játékosunk volt a labdakörülés. Ilyenkor nagyon egyszerű megoldást kell választani, ki kell rúgni a labdát, 5-ösből, 16-osból felszabadítani, és megnyugtatni a szituációt. Ja, hát ez nem sikerült. Viszont ugye a tegnapi eredmény, Rózsa 1-Szlovan 1-0 bizonyítja azt, hogy tényleg egy nagyon komoly ellenfelet vertünk meg, bár a táblázaton ők se állnak a legjobban, ugye egy ponttal vannak mögöttünk a Rózsa 1-iek. De viszont elhoztuk a 3 pontot, tehát mennyire lehet ez fontos lélektanilag egy csapatnak, hogy tud nyerni egy ilyen meccsen idegenben, ahol talán nem is jobb, de azért el tudja hozni a 3 pontot. Hát azért azt tudtuk, hogy a rozsombároknak főleg a támadó játékosai erősek, tehát akár az egyik, a Regáli, a Gerec, a Takács, tehát tudtuk, hogy jó futballisták, és vannak bennük a momentumok, amire oda kell figyelnünk. És én úgy gondolom, a rozsombárok nem rossz csapat, tehát kevés meccset vesztett, igaz, hogy sok nekik a döntetlen, de ellenük is bebizonyították azt, hogy tudnak futballozni, tudnak kialakítani helyzeteket, és számomra persze, hogy a Szlován ellen eredmény kicsit meglepő, de ez is azt igazolta, hogy erős csapat, és számolni kell velük valahol. És hát egy ilyen győzelem után utaztunk Komáromba, ugye a torony magas esélyesként a tegnapi kupameccsre, és sajnos nem sikerült tovább jutnunk. Kezdjük azzal, hogy felolvasom, mit nyilatkozott Németh Antal a meccs után, hogyan értékelte a meccset. Azt mondta, hogy nincs sok mondani valóm, hiszen kiestünk, ilyenkor pedig teljesen mindegy, mennyire játszott jól a csapat, és mennyi helyzetet dolgoztunk ki. Ráadásul nem is játszottunk jól, és sok helyzetet sem dolgoztunk ki. Hát Németh Antal is ugye elmondta, hogy tényleg nem volt jó a teljesítmény. Mit fűznél még hozzá ehhez, amit ő mondott? Hát még mindig nagyon nehezen keresem a szavakat, hiszen nagyon csalódottak vagyunk, és talán senki nem gondolta volna, hogy ilyen eredmény születik, hogy nem jutunk tovább. Én esetleg annyit tennék hozzá, hogy többet kell tenni a játékosnak azért, hogy sikeresek legyünk, és a DAC szívért, a DAC a klubért, a szurkolókért játszani, és ha ez egy kicsit számomra hiányzott, az a több akarat, és ha ez meg lett volna, akkor tovább tudunk jutni. Ha már egyszer ugye, Németh Antalt idéztem, akkor még hozzáfűzném azt, hogy azt is mondta, hogy ezen a mérkőzésen rendkívül sok számunkra negatív dolog történt. Ugye egyrészt nem tudtunk gólt rúgni, helyzeteink voltak, de hát azért volt a hazaiaknak is. És utolsó fél órás ember előnyben pedig tényleg olyan kézilabdára hasonlított ez a hazai 16-os körüli játék, hogy ott zajlott szinte végig az egész meccs. De azon kívül ugye volt két komoly sérülésünk, mondhatjuk úgy, és hát főleg ugye Szényi G sérülése az, ami hát nagyon fájdalmas mindenkinek. Mielőtt elmondanánk, mert van nagyon friss információnk fegyveres doktortól, hogy érzi magát, hogy mi van Szényivel. Mondd el, légy szíves, hogy egyrészt azt, hogy a pályafutásod során találkoztál-e már ilyennel, hogy mentő jön be a pályára, és mentő helikopter viszi el a játékost? Hát hál' Istennek, hogy nem találkoztam ilyennel, valójában először értem ezt át, és az egy biztos, hogy valami szinten megfoghassa a játékosokat, megfoghassa a csapatot. Ilyen súlyos sérülések, vagy akár súlyos ütközések, szerencsétlen ütközések a pályán, és ezt Anti ki is emelte a 11-es rúgások előtt, hogy próbáljunk koncentrálni, próbáljunk Szénér is tovább jutni, ami nem sikerült, de remélem, hogy Szényi rendben lesz, és minden oké lesz vele. Hát nyilván nem volt egyszerű, ugye, és valahogy úgy szimbolikusan is volt az a jelenet, amikor Eric Davis végezte el tulajdonképpen ezt a sorsdöntő utolsó 11-est, és pont akkor szállt fel a mentőhelikopter Szényivel. Hát jelenleg, amit tudunk róla, és ez tulajdonképpen egy fél órával az adás kezdete előtt érkező információ, vagy üzenet Fegyveres Zsolt csapat orvostól,
idézem, amit írt. Szerint stabil állapotban van az érsekújvári kórház baleseti sebészetén, több neurológiai vizsgálaton is átesett, szerencsére ezek nem erősítették meg az agyrázkódást. Felmerül a homlokcsönt törésének gyanúja, de ezt csak a CT vizsgálatok eredménye alapján fogjuk megtudni. Ezután döntenek a további kezelésről és arról, hogy szükség lesz-e műtétre. Tehát jelenleg a Széchenyi Érsekújvárban van a baleseti sebészeten, és még mindig vizsgálják az állapotát, de szerencsére stabil állapotban van, tehát nincs életveszélyes állapotban. Széchenyin kívül Mateusz Brunetto is lesérült tegnap, ugye őt is fájdalmas arccal láttuk távozni a pályáról. Őről azt tudjuk, hogy térsérülés szenvedett, ugye tegnap fennállt annak a veszélye, hogy szalagsérülés. Szerencsére ezt a mai kivizsgálás, hogy volt ortopédia kivizsgáláson is, és a magnetikus rezonancián, szerencsére nincs szalagsérülése, és a meniszkusza is rendben van. A fegyveres doktor szerint 4-től 6 hétig terjedő kihagyás vár Mateusz Brunettira, tehát őt is elveszítettük egy hosszabb időre. Mi lesz vasárnap? Beszéljünk arról, hogy következik a nagy kerületi rangadó, két csapat, amiben te is szerepeltél. Nézzük meg az egymás elleni mérleget először. Ugye ez lesz a 66. egymás elleni mérkőzés, a Slovan és a Nagyszombat, ugye a két leggyakoribb ellenfelünk az élvonalban. Ugye a Nagyszombat ellen holnap már 66-szor fogunk játszani. És hogyha a táblázatot nézzük, akkor ugye a Nagyszombat a második, csak gól különbséggel a Slovan mögött, és mi pedig a hatodikak vagyunk, ugye 5 pont a különbség a két csapat között. Ugye Nagyszombat még úgy egy éve ilyenkor ilyen nagyon átlagos csapat volt, és aztán télen érkezett Michal Gasparék a csapathoz. Mi változott, mit csinált, mi történt velük, hogy igazán egy élcsapat lett belőlük? Én úgy gondolom, hogy egy tiszta más felfogáson játszik a csapat a keze alatt, hiszen azért tudtuk, hogy a Tunava inkább mélyen beállt védekezni és próbált játszani kontrákra, és most, ha megnézzük, akkor magasra letámadnak, próbálnak minél közelebb az ellenfél kapujához labdát szerezni, és abból veszélyeztetni a kaput. És ahogy lássuk azt, hogy a legkevesebb gólt is kapta, tehát azért odafigyelnek a védekezésre is. Azt mindenképpen kiemelném, hogy oda kell rájuk figyelni, hiszen nagyon jó támadó játékosaik vannak, amire oda kell majd fókuszálnunk a mérkőzés ideje alatt is. És még egyszer mondom, tiszta más felfogás, nagyon jó futós csapat, sokat dolgoznak a pályán, egybe vannak, tehát nekünk ez lesz a feladatunk, hogy ezt valahogyan megoldjuk, és hát át tudjunk rajtuk menni, és mindenképpen bebizonyítani a szurkolóknak, hogy tehát az előző mérkőzésekhez képest jó formában vagyunk, mutattunk potenciát, tendenciát a jó játékhoz, tehát próbálunk otthon tartani 3 pontot. És ugye tegnapi csak kisiklás volt. Hát ezt próbáljuk javítani vasárnap. Ugye, amit említetted, a legjobb védelmük van, 8 meccsen csak 4 gólt kaptak, igen. Ráadásul most második meccsen ott lesz Martin Skrtyel is, ugye, akit nem kell szerintem senkinek bemutatni. Hogy lehet részt találni ezen a pajzson? Hát mindenképpen rajtunk fog ez múlni, hogy hogyan tudunk rajtuk átjutni. Én úgy gondolom, hogy ha azt a telsírvédben, amit a Szavan ellen nyújtottunk, és még egy kicsit ráteszünk egy lapáttal, és pontosabbak leszünk a 16-os előtt, vagy a 16-osban a befejezéseknél, akkor sikeresek lehetünk. Ugye két jó csapat, jó játékosokkal, nagyszerű hangulat várható, nyilván megint egy látványos jó mérkőzés lesz, legalábbis reméljük. Te személy szerint milyen meccset vársz? Én mindenképpen támadó futballt várok, valójában holnap délelőttől kezdünk rákészülni a Nagyszombatra, és mindenképpen támadó focit fogunk játszani, persze oda fogunk ügyelni arra, hogy biztosak legyünk, együtt legyünk, ami a védekezést illeti, és megint csak azt tudnám kiemelni, hogy remélem, hogy lesznek olyan momentum, mikor a srácok egyik vagy a másik magára tudja vállalni azokban a bizonyos szituációkban a kapu veszélyeztetését is, és meg tudjuk majd lepni a Nagyszombatot. Milyen eredményt tippelsz? Nem fogok eredményt tippelni, 3 pontot szeretnék.
Hát így legyen. Ugye most már többször említetted ezt, hogy olyan játékosok, akik tudnak meglepőt húzni, vagy akik maguk magára tudják vállalni a felelősséget. Ugye most a válogatott szünet alatt érkezett Didier Lamkelzé, akiben benne van, ez ugye végül is bizonyította az első két bajnokián egy gólt és két gólpasszt is gyűjtött, tehát jól indította itt a dunaszerdai szereplését. És ugye ő benne van ez, hogy el is lehet tőle várni ezt a valami pluszt, ami lehet, hogy más játékosokban nincs benne. Te személy szerint hogy látod őt, milyen vele dolgozni, és hogy jellemeznéd Lamkelzét? Én valójában az első edzés után, mikor beszélgettünk róla a többiekkel, nekem kimondottan nagyon tetszett, főleg a szituációkban, hogy be tud mozogni a formációk közé, tehát a hátvédcsor középpálya mögé, meg tudja találni azokat a üres helyeket, ahogy mikor rá tud fordulni a labdára. Labdabiztos, nem vesz labdákat, van neki szeme, tehát lát a pályán is, és ezt, amit bizonyított a Ruzsomberök ellen is, ezekben a szituációkban. Tehát mindenki gólokat vár tőle, gólpasszokat vár tőle is, és reméljük, hogy ez csak minél jobb lesz, és minél gyorsabban be tud alkalmazkodni a csapat filozófiájába is, és tud adaptálódni Dunaszerdahelyen. Hát reméljük, hogy folytatni tudja a gólszerzést, de hát persze a gólpasszok is jók. Jó, még a nagy szombathoz visszatérve, hát ugye nem kerülhetjük el ezt a témát, hogy valamikor ugye te mind a Dacu ugye a nagy szombat mezében is szerepeltél. Végigfutottam az archívumot, és megtaláltam azokat a meccseket, amiken pályára léptél a Dacu nagy szombat a meccseken, egyik vagy a másik mezben. Ugye nem beszéltünk előtte, a adás előtt, úgyhogy most megkérdezem, hogy meg tudod-e tippelni, vagy esetleg tudod-e, hogy hány meccsen játszottál összesen? 3-4. Majdnem eltaláltad. Összesen volt 6, abból 5 volt a Dac mezében, és 1 a Nagy Szombat mezében. Úgyhogy igazából volt egy időszak, amikor ugye itt voltál Szerdáján, aztán ugye elmentél Nagyszombatba, aztán visszaadtak kölcsönbe, és pont akkor játszottál még ellenük egyszer, és közben volt egy, amikor Nagyszombattal voltatok itt Szerdáján, és egy 0-0-át játszottunk. Igen, 2000 márciusában, tehát ez a 6 meccs volt, és hány gólt rúgtál ezeken a meccseken, arra esetleg emlékszel? Egyet? Igen, egyet, és gondolom arra emlékszel. Nagyszombatba, igen. Ez volt a utolsó meccsünk a kiesés előtt, ugye. 1998-ban. Úgyhogy volt mind a kettőben részed. Igazából ugye most így körülbelül 21-22 év távlatában már nehéz azt mondani, hogy milyen volt, vagy nehéz talán visszaemlékezni rá, de azért mégiscsak milyen volt ez a rivalitás akkoriban? Hát valójában akkoriban is érezhető volt a rivalitás Dati és a Tunava között. Én megmondom őszintén, hogy jól éreztem magam ott Nagyszombatban, nem éreztem azt a magyar-szlovák viszont ott se, tehát nem voltak problémáim, én szerettem Nagyszombatban játszani is. És voltak ott edzőid? Hát a két év alatt nagyon sok edzőt átéltem, ugye valójában amikor oda mentem, akkor Anton János volt az edző, utána átéltem Zelenszkit, Jarábeket, azt hiszem, hogy... Uh-huh. Jó, és ahogy így átnéztem ugye a statisztikákat, egy dolog hiányzik, az pedig, hogy sose vertük meg a Nagyszombatot, amikor te Dacba játszottál, és amikor a Nagyszombata voltál itt, akkor pedig 0-0 lett. Tehát kívánom azt, hogy most jöjjön össze az első győzelmed ezeken a egymás elleni rangadókon, és hát legyen tényleg egy jó meccs, úgy, hogy a Szolan ellen volt. Tulajdonképpen átnéztem ugye kérdéseket is, tulajdonképpen ugye arról kérdeztek, hogy mi van a srácokkal, a sérültekkel, illetve van itt egy kérdés, hogy mi van Kruzsliakkal és Balicsal, erről beszéltünk ugye egy hete is. Ha nem zavar, akkor válaszolok én, ugye mind a ketten most már edzenek a csapattal, úgyhogy remélhetőleg hamarosan mind a kettő visszatér. És hát valójában ennyi akkor a kérdés. Bízunk benne, hogy egy jó meccs vár ránk vasárnap. Belépőjegyeket lehet továbbra is venni, ugye 9500 néző lehet itt a stadionban. A jegyek eladása továbbra is zajlik, úgy online, mint itt a helyszínen a stadionban, úgyhogy regisztrálni se kell a mérkőzésre, úgyhogy az, aki nem volt esetleg a Slovan meccsen, az
mindenképp javasoljuk, hogy jöjjön erre a mostanira, hiszen a Slovan elleni meccsen is nagyon jó hangulatban, egy nagyon jó meccset láttunk. Aki pedig itt volt, az azért jöjjön, hogy megismétlődjön ez az élmény. Úgyhogy várunk mindenkit ide vasárnap 5 órától a MOL Arénába, a Dac nagyszombatkerületi rangadóra. Aki pedig mégse tud eljönni a mérkőzést, a Dajto TV és a Voyo internetes stream közvetíti, a Dac honlapján pedig élőszöveges közvetítést lehet olvasni. Ez volt már a hazai pályán a mai kiadása. Vendégünk volt Balla Béla, akinek köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a meghívást. És akkor várunk titeket vasárnap. Addig is hajrá, Dac! Sziasztok!